napot kívánok! Hol kell aláírni, hogy... Akkor egy kis segítséget kérek addig. Egy kicsit rendhagyó sajtótájékoztató a mai, tekintettel arra, hogy Ruca tőlem jobbra, Júlia tőlem balra és Sámuel abba örömben részesül, hogy a szüleik megkötik azokat a baba kötvényeket, amelyeket december 1-től minden olyan magyar állampolgár meg tud kötni, akinek kisgyermeke, babája születik. A kormány ezzel a döntéssel ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a gyermeket nevelő szülők azok 2014-ben és a jövőben is többlettámogatást kapjanak. Ennek az egyik nagyon fontos eleme a babakötvény, amely kiegészíti a családi adókedvezmény meglévő rendszerét, kiegészíti a Gyes Extra nevű rendszer. Ezekkel együtt lesz arra mód és lehetőség, hogy a gyermeket nevelőket egy nagyobb támogatásba tudjuk részesíteni. Amiben új a mostani babakötvény, az annak a lehetősége, hogy a korábban meglévő letéti számla mellé most már egy start számlát is lehet nyitni. A start számlán a gyermek születésekor kapott és eddig a kincstárnál vezetett 42.500 forint után a start számlán ennek a megnyitásával a szülők és a hozzátartozók tudnak további támogatást a gyerek számára elhelyezni. Ez a támogatás azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk havi 5.000 forintot tesz erre a számlára be minden hónapban, akkor a gyerek fölnőtté válásakor 19 éves korában mintegy 2,5 millió forintot tud megkapni a gyermek, ha pedig egy nagyobb összeget helyez el, havi 10.000 forintot, akkor ez 4 millió forint fölé tud menni. A kormányzat támogatja évi 6.000 forintos összeggel 10%-os mértékben ennek a számlának a jóváírását, ami tehát szintén hozzájárul a szülőknek a többlet támogatásához. Ugye az új konstrukcióban infláció plusz 3% a kamattámogatásnak a mértéke, ez szintén fölötte van annak, mint amit korábban a letéti számlára, a kincstárnál vezetett számlára lehetett kapni, tehát ennyiben ugyancsak bővült a babakötvénynek a támogatási rendszere. Elmondtam minden, Korné? Köszönöm szépen, ennyiben akartam összefoglalni ennek az új konstrukciónak a lényegét. Még egyszer, december 1-től működik a babakötvény. Ezek a babák, ezek már ennek a kötvénynek a kedvezményezettje is, hiszen az előbb aláírtuk valamennyien azt a szerződést, amit egyszer kell megkötni a szülőnek vagy a hozzátartozónak. Ez lehet egy kincstári fiókban, vagy lehet egy járási hivatalban is. Egyszer kell tehát egy ilyet megkötni, és utána csak az összeget kell rá elhelyezni, ez már független a hivatalban való megjelenéstől. Kérdezem, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban? Parancsoljon! Tudom, hogy igen, de erre Kornél... Igen, ezt megtehetik az államkincstárban, mindezeket el tudják intézni, és akkor automatikusan a startszámláról erre az új konstrukcióra fog a pénzük átutalódni. És mi a teendő egyébként? Be kell menni a magyar államkincstárba, és ott mindent el fognak mondani. És akkor ugyanazok a konstrukciók vonatkoznak rá? Így van. Így van. Azzal egészíteném még ki, hogy azoknál a gyerekeknél, akik valamilyen gyámság alatt vannak, azoknál a kincstár automatikusan megnyitja ennek a számlának a lehetőségét, és automatikusan megnyitja a start számlának a lehetőségét is. Tehát a szülő nélkül lévő gyerekeknél is lehetőség lesz arra, hogy ennek a számlának a megnyitása megtörténjen, és esetleg a hozzátartozó vagy bárki más is befizessen erre a számlára támogatást. Van-e még kérdésük? Köszönjük szépen, hogyha nincs, és köszönjük a babáknak is, meg a szülőknek is, hogy ilyen türelmesen végigülték itt a kezünkbe a sajtótájékoztatót.
mindenkinek további jó munkát kívánok.